hogy a közfoglalkoztatás szakértőjének a pozíciójában nem vagyok a közfoglalkoztatás szakértője, és attól tartok, hogy senki más sem szakértője a kérdésnek. Olyan hihetetlen keveset tudunk erről. Az tényleg ráférve sör alá tétre, amit erről tudunk. Én megpróbáltam megszámolni, hogy hány fontos adatot tudunk, csak annak a megítéléséhez, hogy hány ember dolgozik közmunkában, és ez a jövedelmi viszonyokat hogyan változtatja meg, és 5-ig jutottam a számolásba. Ezeket mind el fogom mondani, mind az 5 számot, és hogy abból mit lehet kiokumulálni. Ugye célzott adatfelvétel nem történt, pedig ez a rendszer alapvonásait tekintve 2000. május 1-e óta működik. Egyetlen egy adatfelvétel sem történt. A kutatók rendelkezésére álló államigazgatási adatokból nem lehet különbséget tenni mondjuk egy rendes állásban lévő karbantartó munkás és egy közmunkás között, tehát egyszerűen ez semmiféle információval nem szolgál. Nagyon sajnálatos, és most itt is felhívom a nyomásgyakorlásra képes egyének és személyek figyelmét, hogy a KSH munkaerő felvétele, felmérése az föltesz ugyan kérdést arról, hogy közmunkás-e a megkérdezett, de ezt nagyon-nagyon rosszul teszi. Van egy olyan kérdés, hogy kap-e szociális segélyt, és ha azt válaszol, ott van egy olyan válasz lehetőség, hogy nem kapok, de csak azért nem kapok, mert éppen közmunkán vagyok. Most ezzel szemben, amikor arról folyik a kérdezés, hogy ő dolgozik-e, és mit dolgozik, és hogyan dolgozik, ott nem kérdezik meg, hogy ő közmunkás. Emiatt ez a felmérés, pedig ez potenciálisan a lehető legjobb forrás lehetne, ez súlyosan alábecsli a közmunkásoknak a számát. És ez szerint a kérdésfeltevés szerint nem? Olyan 25 ezer körül van a admin adatok szerinti 80-as szemben. Hát mi az, amit abból a sör alá tétről mégis fel tudnék olvasni? Egyik az, hogy, és ezzel kezdeném, hogy Magyarország aránytalanul sokat költ közfoglalkoztatásra. Az OECD átlagnak a 4-szeresét költöttük el tavaly előtt, és azóta ez az összeg ugye jelentősen megnövekedett, a régiós átlagnak több mint a 10-szeresét. Olyan léptékben közfoglalkoztatást, ahogy azt Magyarország csinálja, hát nem nagyon találunk. Egyetlen olyan országot tudnék említeni, ami Magyarországgal gazdasági fejlettség tekintetében józanul összehasonlítható, és ilyen léptékű közfoglalkoztatás valaha is előfordult, ez Argentína, de az argentin programot, amit Trabajarnak neveztek korábban, az argentin nagy válság után indult, aztán meg Hefesznek neveztek, még az utóbbit is 2009-ben leállították. Azért állították le, mert tudták, amit azért sokan sejtünk itthon is, hogy magát az alap problémát egy ilyen közfoglalkoztatási program nem tudja mérsékelni, ehhez képest pedig nagyon sokba kerül. Ugye az egyik adat az 5-ből, amit tudunk, az az, hogy tavaly 132 milliárd, idén 150 valamennyi ment el, vagy fog elmenni közfoglalkoztatási bérekre, de ebben az adatban nem szerepel egy sor további költség, nem szerepel azoknak a munkaóráknak az értéke, amiket nem a közmunkások, hanem annak a szervezői, felügyelői, adminisztrátorai hát dolgoznak le, akik ott a projektumban valamilyen módon érintettek. A teljes amortizációt, meg az eszközhasználatot, anyagköltségeket nem kéne beleszámolni az összköltségbe. Azt kéne még hozzátenni ehhez a 150 valamennyi plusz X költséghez, ami abból adó, ami veszteség. Ugye milyen típusú veszteségek fordulhatnak elő? Egyik típusú veszteség, hogyha drágábban csinál meg egy közmunkaprogram olyasmit, amit a vállalkozó is elő tudna állítani azonos minőségben.
a másik veszteség forrás az az lehet, hogyha olyasmire irányul a közfoglalkoztatás, amire nem költeni a pénzét a közösség egyébként. Ilyen típusú közgazdasági elemzésről nincs tudomásom egyetlen egyről sem, ami akár csak megpróbálkozott volna. Ilyesmivel, és ez nem a kutatóknak a sara, hanem azoké, akik nem gyűjtöttek és nem gyűjtenek adatokat erről az egész világról. Második, tehát első pont, mi erre nagyon sok aránytalanul sokat költünk, példátlanul, a világban nem tudunk példát említeni ilyen mértékű kiadások. Most ennek ellenére sejthető, hogy a közmunka az a megcélzott népesség jövedelmét igen kismértékben képes emelni, még ilyen kiadási szint mellett is. Ugye amikor néhány adat ismerté vált, ugye elmondott, hogy mik ezek az adatok, akkor többen is, a policy agenda és én magam is, Molnár Gyuri is számolgattunk vadul, hogy akkor körülbelül mekkorára tudja emelni az éves várható vagy havi várható jövedelmét a célsokaságnak az, hogy létezik közmunka. És ugye a sajtóban és a policy agendának a számai megjelentek, ott azok úgy hangzottak, hogy 22.500-ről 28.500-re tudja nagyjából emelni, de ez még a rendelkezésre álló adatoknak a korlátain belül is egy elnagyolt számítás, és most egy ugyancsak rendkívül elnagyolt, de valamivel hívebb számítást szeretnék, ilyen boríték hátán elvégzett számítást ismerteni. Ugye tavaly 320.000 belépési esemény volt, tehát ennyi olyan eset volt, amikor valaki elkezdett a közmunkát. Ez az egyik, amit tudunk. Másik, amit tudunk, hogy egy-egy ilyen kezdés után a közmunka átlagosan 3 hónapig tartott. Azt nem tudjuk, hogy a 320.000 belépési esemény az hány emberhez tartozik, hát lehet, hogy 320-hoz, meg az is lehet, hogy 80-hoz, fogalmunk sincs. De minden esetre az összjövedelem szempontjából ez ugyanolyan, mint a 80.000 egyéves közmunkaperiódus indult volna el. Január 1-től december 31-ig 80.000 ember dolgozott volna. Ebből kalkulálható valamiféle összjövedelem, ami ezen a csatornán keresztül kiáramlott. Na most ezt hasonlítani kéne valamihez. Ugye kikhez lehet hasonlítani? Ki a célsokaság? Regisztrált munkanélküliek, meg a rehabilitációs támogatásban, nem tudom, hogy hívjuk ezt szakszerűen, részesülők, ezek hányan vannak, durván 500.000 voltak talán átlagos állományi létszámban lévő. Azt nem tudjuk, hogy a résztvevők azok milyen arányban kerültek ki a járadékosok, a szociális segélyezettek, meg a semmilyen ellátásban nem részesülők közül. Ha most merészen azt feltételezzük, hogy arányosan kerültek be mind a három forrásból, akkor tudunk valamiféle becslést adni arra, hogy az, hogy van közmunka, az mennyiben növeli meg a éves, vagy a havi átlagos várható jövedelmet. Ugye a segélyjövedelem az a munkanélküli átlag segély szorozva a járadékosok számával, plusz a szocsegélyesek száma szorozva a szocsegéllyel, plusz a ellátásban nem részesülők száma szorozva nullával, ez 20.000 forint per fő per hónap. Ha most az említett feltételekkel ezt újra kalkuláljuk, tehát figyelembe veszük, hogy 80.000 teljes foglalkoztatásban miért 80.000-es létszámhoz közmunkán dolgozik, akkor ez a szám fölmegy körülbelül 24.200 forintra. Plusz-minusz valamennyi. Tehát itt a feltevésekben valamennyi múlik, de már nagyon sok nem. Tehát ez valahol 24-25.000 forint. Na most én jól tudom, hogy 4-5 ezer forint abban a társadalmi körben, amiről beszélünk, az bizony pénz. Az bizony pénz, de nem az a kevés, hanem az a 24 a kevés. Tehát
ha az ember víz alatt van és 10 percenként vehet levegőt, akkor meg fog fulladni, és ha 7,5 percenként vehet levegőt, az 25%-os javulás, akkor is meg fog fulladni. Tehát ez jövedelmi szempontból igazából egy ilyen kiadási szint mellett sem tudja a jövedelmi szegénységet mérsékelni. Most az lehet példákat mondani, hogy hány olyan család van Magyarországon, amelyiknek ez egy nagyon fontos forrás, meg hány olyan település, ahol ez egy nagyon fontos dolog. De azt látni kell, hogy ennek az az ára, hogy más meg nem kap belőle. Meg a másik településen senki sem kap belőle, vagy nagyon kevesen kapnak belőle. Mert az átlag adatok, attól még az átlag adatok maradnak, és az átlag érintett esetében ezek a legfontosabb számok. Harmadik dolog. Hát ha ezt nem tudja a közmunka, tehát nem tudja a jövedelmi szegénységet érdemben csökkenteni, akkor hát esetleg jó lehet valami másra. Ugye például visszavezeti úgymond az embereket a valódi munkaerőpiacra. Most a Nemzetgazdasági Minisztérium egészen forradalmi számokat közölt, miszerint a elhelyezkedési arány az 6%-ról 16%-ra ugrott 2012-ben. Sajnos, ahogy szokták, semmilyen forrást nem jelölnek meg, és definíciót sem, tehát nem tudjuk, hogy a micsodának a 16%-a, és hogy ez most egy hónapra vonatkozik, vagy egy évre, vagy 12-re, tehát fogalmunk. Van egy ilyen szám, én ezt elereszteném a fülem mellett, és továbbra is a kutatás, azt a néhány kutatásnak azokra az adataira hagyatkoznék, amik hát nagyon-nagyon alacsony elhelyezkedési arányt mutatnak ebben a körben. Szabó Péter, Csoba Judit, mások számoltak ilyet. Sajnos ezek az egyéni adatokon nyugvó kutatások arra nem tudnak válaszolni megfelelő adatok hiányában, hogy mennyi a nettó, tehát az igazi hozzájárulása, nem is így kezdem. Tehát, hogy hogyan befolyásolja a szociális segélyre való jogosultság az elhelyezkedési esélyt, és hogy ezen változtat-e az, hogy közmunka is van. Ugye erre lennénk kíváncsiak, ezt nem tudjuk megmondani, mert élhetünk a gyanúperrel, hogy igaz, hogy meg tudjuk figyelni a szocsegélyeseket, de ők egyébként meg nem figyelt tulajdonságaikban rosszabbak lehetnek, mint egy átlagos, hasonló életkorú, hasonló iskolázottságú, ugyanott lakó személy. És ezért az ő elhelyezkedési esélyük esetleg akkor is sokkal kisebb lenne, ha egyáltalán nem lenne közmunka, meg nem lenne segélyes. Úgyhogy igazán jó választ erre így nem lehet adni. Történt egy kísérlet, aminek hát a közvetlen elkövetője én voltam, ami települési szinten próbált meg becslést adni arra, hogy a közmunkának a jelenléte az a tartós munkanélküliséget tudja-e csökkenteni. Ugye az elgondolás az volt, hogy az tudjuk, hogy még egy-egy kis térségen belül is, szomszéd falvak között is nagyon nagy különbség volt, van azt hiszem még ma is, a közmunkára, a hívásnak a gyakoriságában. Függően attól, ki a polgármester, ezzel meg. Ugye ezt ki lehet használni, és az elgondolás az volt, hogy hasonlítsunk össze olyan településeket, amelyeken a rövidtávú munkanélküliség ugyanakkor. És utána nézzük meg egy év múlva, két év múlva, három év múlva, hogy a tartós munkanélkülieknek az aránya az függ-e attól, hogy az adott település alkalmazott-e közmunkát és mennyi. Tehát, hogy milyen valószínűsége hívogatott be ember közmunkára. Hát ezt aztán nagyon sokféle specifikációban, nagyon sokféle modellben megbecsülve végül is ez az elemzés azt mutatja, hogy a közmunkának semmilyen hatása nincs a tartós munkanélküliségre. Az biztos, hogy nem csökkenti, inkább pozitív paramétereket kaptunk, pozitív hatásokat, de azok is nagyon kicsi. Egy szórás egységgel nagyobb, intenzívebb közmunka, az ilyen 1/20 szórás egységgel növelte meg a tartós munkanélkülieknek az arányát, növelte. De hát az 1/20 szórás egység az semmi, tehát itt az eredmény az voltak éppen, ezek szignifikáns nullák, amiket becsültünk, ezek nem. Vagy nem arról van szó, hogy nincs elég adat, hanem arról van szó, hogy ez a hatás egy nulla. Hát akkor ezt sem tudja. Ugye, sajnos. Ön,
És akkor szerintem én az időmet már elhasználtam? Elhasználtam. De pedig én szeretnék két megjegyzést tenni, de azok rövid. Jó. Ugye én nem is csak egy megjegyzés. Hogy én a legnagyobb problémát abban, hogy Magyarország ezt a teljes mértékben unortodox utat követi, abban látom, hogy ez elszív minden erőforrást lényegében, minden másra. Minden másra. A rendszer ráadásul a legrosszabbakra célzott, tehát ezen a nagyon heterogén társaságon belül, akik a tartós munkanélküliek, a legreménytelenebb helyzetben lévőkre van kalibrálva az egész rendszer, eleve azzal a kiinduló ponttal, ami nagyon hasonlít arra, mint a Molnár Gyuri fölírt, hogy ezek az emberek már pedig normális munkaerőpiacon soha nem fognak dolgozni, és az a jó, ha a segélyben a közmunka között kódorognak, és valamivel magasabb jövedelem közöttünk. Na most egészen biztos, hogy ebben a félmilliós tömegben, akiről beszélünk, ebben nagyon sok munkaképes ember van, és azok a szolgáltatások, amik ebben segíteni tudnák őket, meg rákényszeríteni őket, hogy erre felé próbálkozzanak, azok nem jutnak semmiféle forráshoz. Ennek egyetlen vonatkozását említeném meg, az pedig a bértámogatásoknak az ügye. Ugye azt figyelembe kell venni, hogy akikről itt mi beszélünk, azoknak a munkaerőpiac, az igazi munkaerőpiaca is súlyosan ingatag, instabil. Tehát a probléma nem abban áll, hogy van egy tartós munkanélkül, azt mindenféle módon vigyük be a foglalkoztatásba, és a történet véget ért, mert az ember el fogja veszteni nagyon nagy valószínűséggel az állását, nagyon rövid időn belül, és állandóan mozogni fog a segélyezés is. És a munka között jó esetben. Na most ehhez képest a munkahely, szóval ehhez képest a bértámogatásokat jellemzően ilyen hosszú tovább foglalkoztatási kötelezettségnek a kiírásával vagy kikötésével írják ki, ami ugye az igénybevétel csökkenti, meg rosszul szelektálja azokat, amiket végül is ez a rendszer támogat, tehát ennél sokkal többet tudna tenni mondjuk egy olyan rendszer, amelyik minden feltétel nélkül kis összegű támogatásban részesít minél több embert, minél több ilyen felvételi eseményt, elősegítve ezzel azt is, hogy személyes információ jusson el az illetőkről a munkáltatókhoz, ami a statisztikai diszkrimináció elleni küzdelemnek lényegében az egyetlen lehetséges módja, és utána, ha szerződést kötnek, nem tudom, hogy hosszabb időre, akkor ezt egy nagyobb összeggel lehet támogatni, és ott már meg lehetne kötni a munkáltató kezét, ahol elbocsájtani sem. De lehetne hasonló példák sorosságát sorolni. Én ennyit mondani.